Szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Egy új formában, egy új műsorra jelentkezik immár a Fehérvár Televízió, Nálatok Mizu címmel. Ezt a műsort azért hoztuk létre, mert ezekben a nehéz időszakokban bizony mostanában elég sokat lehet látni, hogy így Zoomon beszélgetnek egymással, vagy különböző felületeken beszélgetnek egymással baráti társaságok, munkatársak, és hát ebből az ötletből született az, hogy mi lenne, hogyha bár mi nem tudunk a stúdióba meghívni embereket most, és nem tudunk kitelepülni kávézókba beszélgetni, így akkor mi is megpróbáljuk megoldani ilyen módon. És hát arra gondoltam itt az első adásban, hogy próbáljunk meg erről a helyzetről olyan emberekkel beszélgetni, akiknek a helyzete jelentősen megváltozott ezekben a hetekben, hónapokban. A képernyőre nézve azt hiszem már látható az, hogy a vendégeim nagyon hát másmilyenek, tehát hogy mindenféle területről válogattam személyeket, ugye Váradi Eszter Sára színművésznő látható az egyik kockában. És köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, szíves! Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek ezen a furcsa csatornán, és nagyon örülök, hogy a nézőkkel is találkozhatom így. Aztán itt van mellettünk, vagy velünk Németh Mónika, aki a második Rákóczi Ferenc magyar-angol kétanyelvű általános iskolában tanítónéni. Majd őről róla is elmondjuk, hogy egészen pontosan mit csinál. Szervusz, köszöntelek a műsorban! Sziasztok, és én is örülök, hogy itt lehetek és meghívtatok. Nagy örömmel és izgalommal készültem. És itt van velünk egy 5 gyermekes édesanya, akit azért hívtam, hogy majd ő is elmondja a tapasztalatait, aki egyébként szintén tanító néni, Horváthné Kovács Boglárka. Szia, Bogi! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást nektek, és nagyon örülök, hogy veletek lehetek én is. Itt van velünk, nagy szeretettel köszöntöm Mics Gergőt, akit szerintem szintén nem nagyon kell bemutatni a nézőknek. Zenész, tanszékvezető, és még egy csomó minden mást is fogunk mesélni, hogy mi mindent csinálsz még. Szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy velünk. Sziasztok, én is köszönöm a meghívást. No, hát ebben az érdekes felállásban én arra kértem a beszélgető társamat, hogy ha lehet, akkor egy picit próbálják meg megmutatni nekünk, hogy egy-egy ilyen helyzetben ők otthon, hiszen mindenki az otthonába kényszerült többé-kevésbé, hogyan élik a mindennapokat. És megkértem a vendégeimet arra, hogy mindenki próbáljon meg összeállítani magáról egy néhány perces akár, vagy félperces kis videót, amiket természetesen mi összevágtunk egy kis bejátszás formájába, és most így meg fogjuk próbálni megmutatni, hogy kivel mi történik ezekben a hetekben, rövidebben, hosszabban. Szerintem kezdjük Eszterrel, akiről egy pár mondatban csak annyit, nyilván téged nem kell bemutatni, Vörösmarty Színház ráló színművésze vagy, és hát nagyon nagy szeretet övesz téged itt Székesfehérváron. És szerintem biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzik a közönség is, és te is hiányzol nagyon a közönségnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most megnézzük a kis videódat, abból úgy nagyjából látszani fog, hogy mi mindent csinálsz, és aztán egy pár mondatot beszélgetünk róla, jó? Jó. Na nézzük. Ahogy minden más családnál, így nálunk is a kisfiam itthon tanul, de nagyon rendes, úgyhogy nagyon szépen csinálja a feladatait. Meg is mutatom, hogy hogy dolgozik. Itt a kis kuckó. Csönd be, hogy ne zavarjon. Az jó. Fiú, én mindjárt lemerülök. Nem baj. Akkor péntekem? Nekem a... Marcika? Tessék. De most soma volt? Te figyelj csak, a házi feladattal hogy állom? /25, /51 az... 270. Én azt hiszem, hogy szétszedlek. Oké, na gyere. Nézd ide, Bubus, és ezt ide tesszük neked. Ráállítjuk az alészt. Ott van egy pillanó. Ott egy pillanó, igen, ezt elkerestetem. Na gyere, és akkor így együtt megfogjuk. Így, és akkor szépen megnyitjuk. Így.
Itt csak a földbe vasalunk, igaz? Jó, persze, csak a földre, igen. Gyere, most áttesszük a sámlit, és akkor megyünk tovább. Gyere, Marci, átteszed a sámliát, légy szíves. Most mi legyen? Marci, segíts meg! Na így. Átvittem én. Gyere, na úgy visszatjuk. Na, ez most már mindjárt jó lesz, és akkor légy szíves, megteszed, hogy ezt beleborítod ide? Mm-hmm. Jó, gyere, óvatosan, mehet bele. Úgy, 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 egy kicsit. Úgy, úgy, várjál, még maradt. Jó, oké. Okay. Jó, és egy kicsit megkevergeted ezt nekem? Jó, ez lesz le. Igen. Egy kicsit átadom, és akkor kevergeld. A másik kezedbe fogd a lábos, hogy ne táncolod. Eszter, azt láthattuk a videóból, hogy szerintem az lejött azért a kis videóból, hogy te egy színésznő vagy. Mert volt egy vicce, amikor azt, hát ugye, hogy a kisfiat szobájába benyitottál, megnézzük, hogy most igen, hogyan tanul, megmutassad, hogy milyen ügyes, okos, és hát kiderült, hogy nem tanul éppen, hanem a barátjával csetel, de utána nagyon rendesen elővette a könyvét. Egyébként nálatok? Vagy mennyire van külön tér engedve neki? Az az igazság, ez a, most csak visszatérve az első megjegyzésre, hogy ugye, hogy színész vagyok, hát valóban ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, olyan tartalmakat gyártani otthon, amivel azért egy kicsit szórakoztatjuk a közönséget. Ugye az ember érez egy ilyen késztetést, hogy valamilyen módon tart a kapcsolatot, meg hát a színház is folyamatosan kéri tőlünk ezeket a mindenféle tartalmakat, és hát így most már ennyi hét bezártság után az ember partner nélkül nem szívesen csinál semmit, és akkor a gyerekem hála Istennek kapható erre, úgyhogy csak ennyit így hozzá, úgyhogy Marcikám ő sok mindenben segít nekem így, hogy mégiscsak valamit ki tudjunk találni. Egyébként pedig azért mertem ezt a viccet így megengedni magunknak, mert különben meg nagyon jó fej, és tényleg azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, mert elég önállóan és szépen csinálja a dolgait. Úgyhogy a kezdeti nagy ijegységnél gondolom ezzel, pláne ahol több kisgyerek van, ott nem kell mondanom, pláne pedagógusoknak, hogy hát azért az első nagy ijedelem az azért mindenkinek a csontjáig hatolt, hogy most ez hogy lesz, hogy fogjuk mi otthon tanítani a saját gyerekeinket. Aztán valahogy szépen felvettük a fonalat, nekünk is csodálatos tanítónénink vannak, úgyhogy ez azért nagyon nagy szerencse. És aztán szépen Marci is csinálja a dolgait, azt nem mondom, hát ő 9 éves, úgyhogy azért oda kell nézni, tehát néha így, ahogy a bejátszásban is látható volt, azért váratlanul benyitok az ajtón, hogy véletlen nem egy teljesen privát beszélgetés zajlik-e a barátaival, de tényleg nem panaszkodhatom rá. Szépen csinálja a dolgait. Ő csinálja a dolgait, de te azért most ebben a helyzetben azt, amit a legjobban szeretsz csinálni, azt most nem csinálhatod, illetve azért megtalálod a kiskapukat, ugye? Igazából a kiskapuk találnak meg, mert hála Istennek sok felkérés jön. Nagyon gyorsan becsatlakoztam, van ez a Motto nevű szerveződés, ami a magyar művészek az oktatásért, és ezt Bíró Kriszt és Fulajtár Andrea kezdték el, és egy nagyon jó kezdeményezés, tulajdonképpen a kötelező tananyaghoz gyártunk tartalmakat, tehát ezt egy pedagógus tím állította össze, hogy mik azok az anyagok, versek, novellák, akár regény részletek, amiket szeretnék, hogyha felolvasnánk, és hát az ország minden részéről, különböző színházakból színészek. Nagyon illusztris a névsor, és akkor meg lehet találni, hogyha erre a Motto sulira rákeresnek, akkor akár csak diákok, de pedagógusok is megkapták ugye ennek a
jegyzékét, és akkor tudják használni ezt a tanításhoz. Úgyhogy ebbe elég gyorsan bekapcsolódtam, és akkor egy pár ilyen részletet én is felmondtam, illetve ugye mesét is mondtam, tehát különböző, a Fehérvár televízió, igen, nem tudtam, hogy szabad-e mondani, vagy ez meglepetés, vagy, tehát akkor nagyon boldogan mondom, igen, úgyhogy majd ilyen módon is találkozhatunk, és hát természetesen nagyon várjuk a lehetőséget majd a személyes találkozásra, mert azért egy előadónak nyilván ez egy nagyon nagy érvágás, mert nem erre vagyunk trenírozva, tehát sem nem a bezártságra. Itt majd Gergőt is, majd ha lehet, akkor kérdezném erről, hogy ő ezt hogy viseli. Szóval, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet, mert ugye mi egy örök pörgésben élünk, egy teljesen más idegrendszert alakított ki nálunk az, amit csinálunk, most már nagyon régóta, és ez a lenyugodtság, amiben most vagyunk, ez egyrészt nyilván nagyon jó, mert az nagyon jó, hogy a családjával ennyi tud lenni az ember, másrészt egy rettenetes hiányérzetet is produkál, mert egyszerűen az idegrendszer nem ehhez van hozzászokva. Úgyhogy én nagyon, nagyon várom azt, hogy azok a kis izgalmak, amik egy próba vagy egy előadás előtt olyan megszokottak, azok majd visszatérhessenek, és hát közben meg ugye az, ami a mi hivatásunk, hogy közölni és adni, és valamilyen módon örömet szerezni az embereknek, szóval, hogy ez visszatérhessen majd a rendes kerékvágásba. Hát reméljük, hogy ez minél hamarabb el fog jönni, még egy picit majd erről még beszélgetünk később. Most a Mónikával ismerkedjünk meg, aki a Rákóczi-ban tanítónéni. Ő is készített egy kisfilmet, a kisfilmben pedig ugye azt láthatjuk, hogy hogyan készül ő fel az órákra. Ugye itt el kell mondani, hogy digitális oktatás van, ugye, de nálatok ténylegesen digitális oktatás van, tehát az történik, hogy face-to-face ott ül a tanítónénivel szemben, és teljesen komolyan véve óra van. Na nézzük meg, hogy ez hogy néz ki a te szemszögedből, és a másik oldalról is egy kicsit látható ez, hogy a gyerek is mit lát belőled, és te mit látsz a többiekből, és hogyan készülsz egyáltalán. Itt vannak a könyveim, így készülök órára, ez a munkafüzet, illetve itt van a tankönyv is. Most épp egy sztori feldolgozásban vagyunk, másodikosokkal angol órán, és itt mutatom a Microsoft Teams nevű programot. Ezen belül dolgozunk a gyerekekkel, innen indítjuk el a tanórákat. Szeretném megmutatni, hogy hogyan készülök egy másodikos angol órára. Csókolom, Monika néni! Again. You're the first one again. Good morning! És most mutatom, hogy közben itt van a kis jegyzetem, amit készítettem az órára, és itt van egy olyan dokumentum, amit majd szeretnék az óra elején kivetíteni. Szóval ilyen, amikor a gyerekek bejelentkeznek. So, I'd like to start the lesson with revising the main vocabulary. It works this way. So now I can see this document, but... Can you say playground? Playground. Swings two times. Swings. Slide. Slide. So two times. So. Good. One time. Roundabout. Roundabout. Springy two times. Springy, springy. Good. Sandpit. Sandpit. Yes. Good. Climbing frame, climbing frame. Look at the screen, or you can use your own exercise book. Please say it. I have got a small ball and a big ball. I have got a small ball and a big ball. Good. Viszontlátásra, csillag. Goodbye. Én azt hiszem, hogy
elég rendesen átjött azt, hogy hogy néz ki ez a digitális oktatás. Én azt gondolom, hogy egyébként ez mindig a szerencsésebb változata annak, amit nagyon sok helyről lehet hallani, igaz? Hogy megadják a tananyagot mondjuk a krétán keresztül, vagy innen-onnan, és akkor a szülőnek kell haladni a gyerekekkel. Ugye nyilván Bogi is elmondja, mert hát ahol 5 gyerek van, ott azért gondolom ennek a szortimentje elég széles skálán mozog. Még Eszternél sem tudjuk, hogy ez hogy történik, majd erre is kíváncsi lennék, de hogy mennyire nehéz egyébként, vagy mennyire volt nehéz ebbe beleszokni, és hogy tálnak így a hétköznapjait, hogy tényleg reggeltől felkészülten ott kell ülni, minden órát megtartani, aztán délután megkészülni. Az elején nagyon furcsa volt, az első 1-2 hét valóban úgy érzem, hogy kicsit úgy meghaladt engem olyan szempontból, hogy akik ismernek, azok tudják, hogy nekem nagyon szükségem van arra, hogy tehát emberi kapcsolatok és kapcsolódások vegyenek körül. Tehát én imádom ölelgetni, szeretgetni a gyerekeket, kérdezgetni, hogy hogy vagytok, mit csináltok, tehát óra közben is nagyon együtt vagyunk, és együtt lélegzünk, és dobbanunk, és ez nagyon fura volt az elején, hogy nem éreztem, hogy hát igen, együtt vagyunk, de ez a virtuális tér mégsem az, amihez szoktam. Ez volt nagyon fura, és eltelt pár hét, és valahogy megfogalmaztam azt, hogy ennek is megvan nyilván az előnye. Elég vicces előnyei vannak, majd erről mesélek. De alapvetően nyilván a hátrányait tapasztalom, de mégsem erre fókuszálok, mert azt gondolom, hogy közben ez az egész helyzet, amiben most belekerültünk, mindenképpen fókuszváltásra ösztönöz minket, hogy ennek ellenére vagy ezzel együtt a jó dolgokra és a jó helyzetekre tudjunk összpontosítani. Szóval visszatérve, pár hét után elfogadtam azt, hogy vannak nehezebb napok és könnyebb napok, amikor úgy érzem, hogy nem is értem most, minek jelentkeztem be, mert valahogy nem úgy sikerültek a dolgok, maga az egész óramenete nem olyan volt, mint amire számítottam, és van abszolút az ellenkező, amikor az óra végén a gyerekekkel együtt megfogalmazzuk, hogy ez most valami miatt nagyon szuper volt. Tehát amikor úgy tényleg együtt tudunk lenni, vagy annak ellenére, hogy nem látok nyilván minden kisgyereket, egyszerre ugye egy időben csak azt látom, aki beszél, de mégis valahogy érzem, hogy jelen vannak, vagy jobban együtt tudunk működni. És a vicces dolgok, ha el lehet mondani, hogy mi az, ami nagyon vicces, ami nagyon hamar feltűnt, az a csend. Tehát amikor vége van az órának, tehát értekezlet vége, és kiveszem a kis fülesemet, és jé, csend van. Tehát a valóságban ez nem úgy van, hanem az úgy van, hogy vége az órának, és kezdődik az óriási hangzavar. És hát ezt is elmondom, mert ez is elég vicces, hogy nyugodtan el tudok menni mosdóba, tehát ez ami fantasztikus, hogy mondjuk például nem kell órákig, igen, tartogatni, meg hasonló. És mondjuk, ha éhes vagyok, akkor tudok enni, vagy tehát kimegyek az erkélyre egy kávéval még 57-kor, ugye mindig órakor kezdődnek az órák, és akkor 57-kor még megengedem magamnak, és akkor megkortyolom a kávém, és visszajövök. Tehát, hogy próbálok ezekben így felüdülni, meg ebből töltekezni. De közben persze nem tagadom, hogy nagyon hiányzik az, hogy nem tudok bemenni, találkozni a kollégákkal, ölelni a gyerekeket, és tehát persze, hogy ez a része nagyon hiányzik, de az előnyei azért elég viccesek, igen. Egyébként így most, hogy ezt említed, a saját tapasztalatom nekem is az volt az első pár napban, amikor elindult ez az online oktatás, hogy a szülők a háttérben, hát nyilván még nem tudtuk, hogy ott kell, nem kell ott lenni, picit úgy félig belelógtunk, akkor volt, akinek a kistestvére ott a háttérben, a WC lehúzást hallottuk, és egyebeket, tehát, hogy ennek is azt úgy láttam, hogy néhány hét alatt így el kellett kezdeni egy ilyen szabályrendszerben dolgozni, és tényleg, amikor becsöngetnek, akkor becsöngetnek, amikor talán azt mondja, hogy most kiléphetsz, és tényleg nagyon komolyan van véve a dolog, és azt tudom, hogy nálatok is például vannak csintevések is például, amikor lenémítják a tanárt. Igen, igen. Egymást is, meg engem is. Hát ilyenkor be kell fenyíteni. Volt már néhányszor ilyen, hogy befenyítettem őket, hogy jó, akkor most vége az órának, és nagyon édesek, olyanok, mint a valóságban is, amikor együtt vagyunk fizikailag, hogy néhányan elkezdenek kérdelni, hogy ne legyen vége, na jó, akkor még egy esély, és a még egy esélyből 3 esély van, szóval. De,
De mert tehát, hogy nem lenne jó érzés előbb befejezni az órát, de közben nagyon kellemetlen, hogy nem tudunk úgy haladni, mert valaki mondjuk azt gondolja, hogy ez jó poén, mondjuk egyszer vagy kétszer, de hát rendszeresen elnémítani egymást azért ez nem... Meg hát azért kell valami fajta szigor, így, hogy fizikailag nem vagytok ott, de én azért azt is látom, hogy mindig tartható. Tehát, hogy egy kicsit azért engedni kell a gyerekeknek, igen, őknek is. Hát tolerancia, az biztos, hogy nagyon sok mindenre tanít minket. Egy 5 gyermekes anyukát mire tanít, azt mindjárt meglátjuk. Bogitól is megnézzük ezt a bejátszást. Ugye készítettél videókat, hogy tanulnak a gyerekek, és hogy hogyan próbáljátok a szabadidőt elütni. Nézzük meg ezt most, és akkor erről is beszélgetünk egy picit. Hát általában minden reggel ilyenkor megyek ki a konyhába, hogy fel tudjam venni videóra az elsőseimnek a tananyagot. És ilyenkor csinálom, amikor reggel még mindenki alszik, mert ilyenkor van csönd a családba. 5 gyereknél ez nem egyszerű feladat, hogy csöndet tudjunk produkálni. Úgyhogy ilyenkor ide kijövök, és akkor elkezdem a felvételt matematikából és magyarból, és úgy küldöm tovább nekik egy zárt Facebook csoportba. Videózások után következik az életünknek az a fázisa, amikor átcsapok anyukába a pedagógusból, és megyek, felkeltem a nagyokat, elkészítem a reggelit. Aztán a nappalinkat átalakítjuk egy kicsit óvodás szintérre, ahol tudunk a kicsikkel is foglalkozni. Akár egy kis mozgástején, akár egy kis ének, báb, mese, stb. Kézműves foglalkozások. Közben bekapcsolom a számítógépünket, hiszen a kiadott videók alapján a szülők küldik vissza a feladatsorokat, amiket javítani kell, illetve ha kérdésük van, nekem rendelkezésükre kell állni. Úgyhogy be fogunk majd kukkantani egyébként a nagyobb gyerkőcöknek a szobájába is, elindul az élet és az online oktatás. A kicsiknek a feladat megoldása közben alatt, a nagyoknál, az érettségiző gyermeknek itt vannak az előző feladatsorok nyomtatásban. Aztán van itt egy 7-es kémia Google Classroom-os kovalens kötéses feladatsor, és ha megyünk tovább a lakásban, akkor természetesen mutatom, hogy a érettségi feladatsorok az egyik szobában kitöltésre várva, míg a másik szobában éppen itt is megy egy tanulmány, szintén Google Classroom, és úgy látom, ez szintén kémia. Úgyhogy hát így zajlanak a napjaink, minden szobába tanul valaki, mindig mást, és készülünk az érettségire. Most lent fociznak éppen, úgyhogy ebből láttok ízelítőt. Bogi, hát itt azt láthattuk, hogy azért nálad nagyon korán kezdődik a nap, és hát azért neked nagyon sok fele oda kell figyelni. Van 2 pici óvodás, ha jól tudom, ugye a többiekről majd mondd el te, hogy éppen hol, ki mit tanul hol, és ugye a legnagyobb az most éppen az érettségire készül. Hogyan élitek meg ezeket a napokat? Hát elég nehezen, hogy őszinte legyek. A nagyobbakkal a legnehezebben, nem azért, mert ők nehéz esetek, hanem pontosan azért, mert ha most az érettségiző gyermekemből indulok ki, akkor hát azért itt március 16-án nagyon a nyakukba szakadt minden. Tehát ők az első olyan érettségiző osztály, akikre úgy a digitális oktatás 2 nap alatt rázuhant, és sem a kollégák, sem a szülők, sem a diákok nem igazán tudták az első 1-2 hétben, így, hogy Monika is elmondta az előbb, hogy valójában ez hogy fog kialakulni, és egyetlen hogy fognak tudni felkészülni. Úgyhogy voltak azért itt kemény próbálkozások a különböző felületeknek a használatával, a tantárgyak megérkezésével kapcsolatban, határidőkkel, stb. Úgyhogy nem egyszerű. Hát arról nem is beszélek, hogy alapvetően, ha azt nézzük, hogy van 3 iskolás gyerek a családba, az minimum 3 számítógép, mert ugye egyszerre egy időbe kell, hogy jelen legyenek az oktatásban. Tehát akkor ott már azt mondom, hogy az eszközparkot azt muszáj volt fejleszteni.
mert hát egy gépről képtelenség egy időbe egyszerre dolgozni, arról nem beszélve, hogy nekem is 8-tól délig, fél egyig ugyanúgy tartanak az óráim, mert hogy másik szerepemben a családanyám mellett ugyanúgy én is pedagógusként dolgozom, tehát képtelenség úgy dolgozni, hogy mellette még a gyerekeknek is be kell jelentkezni a saját felületükre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első és legnehezebb feladat az mindenképpen az volt, hogy ezeknek a felületeknek a letöltése, használata, illetve a gépparknak a kiépítése, hogy mindegyik gyerek tudjon tanulni és haladni a saját tananyagával, a saját osztályával, ami egyébként mind a mai napi problémába ütközik, és sajnos nem mindegyik kollega tolerálja ezt. Tehát vannak olyan felületek, ahol egész egyszerűen az átküldött anyag mondjuk nem nyílik meg, hiába próbálkozunk többszöri frissítéssel, letöltéssel, nem tudjuk megnyitni az átküldött anyagot, emiatt bekerül az elégtelen az adott hónapra, hogy nem készítette el a gyerek a feladatát. Tehát nagyon-nagyon, én úgy látom, hogy két részre szakadt egyébként a társadalom ilyen szempontból pedagógusok részéről, tehát vannak ezek a nagyon lelkiismeretes kollégák, akik tényleg oda teszik magukat, és igyekeznek minden segítséget megadni, és van ez a másik, ahol ugyan jön a feladat, mert elküldi, de semmiféle empátiával, toleranciával nem rendelkeznek, vagy legalábbis nagyon kevéssel. Nem érkezik meg határidő, amit reggel feladtam, boom, az egyes bent és lusz, tehát hogy nincs pardon. Tehát ezek ilyen dolgok sajnos, úgyhogy ezekkel meg kellett küzdenünk nekünk is, hogy hát lehet, hogy az évvégi bizonyítvány ez nem olyan lesz, mint a fél évi, pontosan ezek miatt, a dolgok miatt, mert rajtunk kívül álló okok miatt nem biztos, hogy mindent 100%-ban tudunk teljesíteni. Mondjuk én azt gondolom, hogy a te helyzetedben azért annyiból te szerencsés vagy, vagy ti szerencsések vagytok, hogy azért tényleg 5 gyerek esetében a tanulás az igen keményen megoldható, gondolom én, hát az én kettőmből kiindulva, de hogy te pedagógus vagy, és azért neked azért megvannak a módszerei, tehát talán ez az egy dolog az, ami téged ugye van segített. Igen, ezt én is nagyon nagy szerencsének gondolom, és nem is tudom nagyon szétválasztani egyébként a kettőt, tehát a pedagógusi mi volt ott, és az itthoni családanya mi volt ott a tanulás-oktatás szempontjából, mert itthon is meg kellett szervezni az életünket, és be kellett jól osztani az időt, hogy mindenkire úgy jusson idő, és meg tudják oldani azokat a feladatokat, az óvodások is, amik jöttek nekik a saját zárt csoportba. De sajnos van nagyon sok olyan család, nagyon sok olyan szülő, akik ebben nem igazán tudnak részt venni, mert a gyerek tanulásában, vagy azért, mert több műszakos munkarendben dolgozik, és hál' Istennek még nem vesztette el a munkahelyét ebbe az időszakba, vagy azért, mert egész egyszerűen nincs megfelelő kapacitása ezekre a dolgokra, és ott bizony azért itt nagyon-nagyon hátrányos helyzet alakul ki mondjuk az oktatás terén, a digitális oktatás terén. No, még erre picit később visszatérünk. Gergő, és itt van velünk, most hagyunk téged is szóhoz jutni. Nyugodtan beszélni. Élvezett hallgatni. Mikor én kértem tőled azt, hogy tőletek azt, hogy készítsetek videókat, akkor beszélgettünk azért többször ugye még a műsorunkat megelőzően, és akkor azt mondtad, hogy te nem szeretnél. Nyilván te is egyfajta álláspontot képviselsz. Mi az oka annak, hogy te mondjuk nem annyira szereted ezt a fajta megnyilvánulását ennek a dolognak? Hát egyrészt nekem nem áll jól az ilyenfajta jelenlét ezeken a felületeken, mert nem jön a személyiségemnek, ez nem része. Én egy nagyon erősen introvertált ember vagyok, és valószínűleg már nem is fogok megváltozni. Nyilván, hogyha szükségem lenne az ilyenfajta önreklámra, akkor rákényszeríteném magam, de olyan az életem, amikor erre nincs szükségem. Úgyhogy én ezeket az online felületeket, vagy közösségi felületeket arra használom, hogyha nagy ritkán felteszek valami tartalmat, hogy azokat az értékeket, vagy az olyan szakmai munkásságomat, vagy munkásságunkat, amik elsősorban lemezek, vagy koncertek, amiket létrehozunk, vagy fesztiválok, azokat promotáljam. De egyébként, főleg mostanában nagyon, hogy van egy kicsit több lehetőségem, nagyon sok koncertet nézek megint, és az általam nagyra becsült művészeknek, zenészeknek sem fogyasztom az ilyen irányú tartalmait, mert nem vagyok kíváncsi arra, hogy hogyan etetik a kutyájukat, vagy hogyan reggeliznek, hanem érdekel az, hogy milyen lemezeket csinálnak, hogy milyen koncerteket játszanak. És egyébként, amit Eszter mondott az elején, hogy majd megkérdezi tőlem, hogy viselem, hogy nincs jelenlét, nincs jelen most a színpadi lét az életemben,
egyrészt nekem volt egy balesetem 2,5 éve, és azóta talán egyszer vagy kétszer álltam színpadon, tehát nem tudok rendesen basszusgitározni már. Másrészt pedig pont a személyiségemből fakadóan, ez nagyon fura, hogy több mint 20 évet az élvonalban töltöttem zenészként, művészként, és sok-sok ember előtt játszottam. De engem inkább akkor is zavart, mint hogy engem motivált a színpadra való felmenetel, és az ott lévő jelenlét, hanem ott is maga a zenélés öröme, vagy az a közösségi tevékenység, amit a zene jelent, az adott energiát, és hogyha ezáltal tudtam, vagy tudtunk energiát adni lefelé, ez egy plusz öröm volt, de hogy engem nem motivált, vagy motivál a színpad egyáltalán. Tehát ilyen módon nem is hiányzik. Viszont van egy más dolog is, amivel foglalkozol. Kodolányi tanszékvezető vagyok, ott ugyanúgy online folyik az oktatás, és nagyon jó, érdekes dolog azért a felsőoktatásban, mert a diákok szorgalma az eléggé megcsapan a közoktatáshoz képest, és szokott probléma lenni, hogy hát mértékkel látogatják az órákat. És a tanároknak egyértelműen és egyértelműen az a visszajelzésük, hogy az óralátogatottság az gyakorlatilag 100%-os. Vagy azért, mert otthon unatkoznak, és nem tudnak más csinálni, vagy komfortosabb, kényelmesebb otthonról feljelentkezni az órákra, de nagyon-nagyon jól működnek az órák online, úgyhogy ennek örülök. Nyilván a zenélésnek a legfontosabb része az együttzenélés, tehát a szekciópróbák, a zenekari gyakorlatok, azok így nem tudnak megvalósulni, de szigorúan vett szakmai része az igen. Tehát a zeneelméleti órák, a zenetörténeti órák, a főtárgyi órák, azok mind-mind nagyon szépen működnek, úgyhogy ez egy jó dolog, és aztán ezen kívül van két cégem, amivel dolgozunk, mi nem álltunk le. Az egyik az egy nagy autókereskedés, ott nyitva vagyunk, folyamatosan szépen takarékon működik, a másik pedig egy szolgáltató cég, ott azért erősebben érződik az a hatás, amit ez a helyzet generált, de hát talpon vagyunk és csináljuk. Most még arra lennék kíváncsi, hogy ugye nem tudom, mostanában ilyen számadatokat, ilyeneket nem lehet hallani erről, hogy mondjuk az autók kereskedelemben, használt autóadásvételben mekkora igény van most egyébként így arra, hogy tudjanak vásárolni. Tehát mennyire van vásárlói szándék? Hát nagyon frissek a számok nálunk, mert most délelőtt összesítettük őket. Nagyjából egy ilyen 40-50%-os visszaesés érződik áprilisban. Én azt érzem, vagy azt gondolom, vagy azt gondoljuk, hogy ez ki fog tartani még júniusban biztos, júniusban, júliusban. Igazából az embereknek a bizalma kell, hogy visszajöjjön a vásárlás tekintetében, nem csak autóvásárlás területén, hanem egyáltalán a fogyasztói társadalomban ahhoz, hogy az emberek költsenek, kell egy komfortérzet, egy biztonságérzet. És bízom benne, hogy viszonylag hamar ez vissza fog állni, és akkor tovább fog menni minden a maga medrében. Igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy vajon ha, hát ugye nem tudjuk, hogy ez az egész járványhelyzet meddig tart, de hogy a későbbiekben, ha mondjuk azt mondják, hogy na jó, holnaptól már nincs, akkor vajon mennyire fognak megindulni az emberek, vagy mennyire fognak félni mondjuk pont autóra költeni? Nem az lesz az első, amire költeni fognak, az biztos. Én azt gondolom, hogy a mi cégünkről úgy tudok beszélni, hogy nagyon régi cég, 2002 óta működik, saját teleppel, saját autóállománnyal. Az ilyen helyzeteket azt gondolom, hogy maga a környezetében kell elhelyezni. Tehát ez az év, ez lehet, hogy arra fog menni, hogy az ember küzdjön a nulláján. Nem csak mi, hanem mindenki. Meg kell nézni 5 éves távlatban, meg kell nézni 10 éves távlatban, és akkor kell eldönteni, hogy érdemes-e csinálni, vagy nem érdemes csinálni. Nem jók az ilyen helyzetek, de azt hiszem, hogyha valaki felelősség teljesen próbálja csinálni mondjuk a vállalkozását is, akkor nem esik ettől kétségbe, hanem együtt él a helyzettel, és megpróbálja kihozni belőle a legjobban. Arra lennék kíváncsi, hogy ti összességében hogyan élitek meg ezt a helyzetet? Mert ugye nyilván az elején itt mindenki meg volt ijedve, és nyilván az elején szerintem nem is bevallom, hogy én nagyon negatívnak láttam az egészet, és én meg voltam rémülve. Most így a ti meglátásotokra lennék kíváncsi. Mondjuk Eszter. Az az igazság, hogy az elején én is megijedtem. Egy nagyon felpörgetett időszakban voltunk, egy bemutató után a Mikve című darabot mutattuk be éppen a Pelikánfészekben. Ugye egy bemutatót mindig nagy izgalom előz meg, nagyon jó munka volt, azt gondolom, hogy egy nagyon szép előadást csináltunk, és nagyon vártuk már, hogy a miénk legyen, és játszhassuk. Illetve
Két nappal később pedig Zsótér Sándorra volt egy olvasópróbánk, akit pedig évek óta vártunk, hogy majd jön hozzánk rendezni, és nagyon örültem, hogy ő is szeretett volna velem dolgozni, és így aztán bekerültem a darabjába. Tehát, hogy egy nagyon intenzív munkafázisban voltunk éppen, sokat játszottam, próbáltam, és akkor egyszer csak így tényleg egyik napról a másikra ezt így elvágták, és nagyon érdekes volt a párhuzam, mert a kisfiamnál is egyébként ezt éreztem, hogy őt is, ahogy ki szedték ott a kis megszokott közegéből egyik pillanatról a másikra, ő is ugyanezt a zuhanást élte meg, valahogy így együtt zuhantunk ebbe a nem túl jó állapotba. És ahogy ez megtörtént, nyilván egy szülő a gyereke miatt akármi is van, mindenképpen össze kell, hogy szedje magát. Mert nekem az elsődleges motivációm az volt, hogy neki egy nyugodt, stabil környezetet kell itthon teremteni. Úgyhogy aztán ugyanúgy, ez egy ilyen, körülbelül egy hét, 10 nap lehetett ez az elején, amikor egy ilyen nem volt komfortérzésem, hogy most mit kezdjek hirtelen ezzel a helyzettel. És onnantól kezdve valahogy így szépen összekapaszkodva, valahogy így kijöttünk ebből, és hát átmentem, én bevállalom, én minden stáción átmentem, amin ez a karantén helyzet átvész, megsütöttem a világ összes kenyerét, süteményét, kalácsát, mindenfélét kipróbáltam, nyilván stócokba állnak a könyvek, hogy majd ezeket elolvasom, nem olvastam el, mindenféle dolgot akartam csinálni, belevágtam, természetesen rájöttem idővel, hogy ez nem az a szituáció. Ami nagyon jó volt, hogy rájöttünk arra, hogy viszont játszani azt tudunk, úgyhogy ami egy újdonság volt, hogy megmondom őszintén, mert az igazsághoz hozzátartozik, mi nagyon, nagyon sokat dolgozunk, tehát akik színházban dolgoznak, ők egy másik rendszer szerint élik az életüket. És ez nem olyan, amit nem tudom, 4 órakor, vagy este 6-kor, vagy bármikor letesz az ember, hanem ez egy állapot. És ezért ezt mindig megsínli a család. És egy örök lelki furdalás ez, hogy tud az ember mindenhol megfelelni. És megmondom őszintén, hogy utána rákövetkezendő hetekben, hogy ebből a rossz érzésből kijöttem, én nagyon élveztem azt. És a mai napig nagyon jó itthon lenni, és nagyon, nagyon jó az, hogy a gyerekemmel ennyi időt tölthetek. És igyekszem is kihasználni minden pillanatot, mert tudom, hogy ez véges, mert adja Isten, mert ugye azért az a normális, hogy visszatérjünk a rendes életünkhöz majd, de akkor ennek vége lesz. És ugyanúgy nyilván igénybe lesz véve az ember. Tehát mi máshogy működünk, más, tehát az ember vagy csinálja, vagy nem csinálja, itt ugye ez a két lehetőség van. Nagyon, szóval ez egy fölszálló ág volt, ami most is tart, nagyon, tehát mi nagyon jól vagyunk. Én azt gondolom, most itt a Bogira gondolok elsősorban, hogy nyilván nagyon más helyzet egy harmadik osztályos egyszem gyerekkel együtt lenni otthon, mint mondjuk 5 gyerekkel, a különböző korosztályokban, különböző problémákkal, végtelen respekt és elismerés azoknak, akik ezt több gyerekkel csinálják, mert azért én azt látom, hogy ez nagyon nagy kihívás elé állít mindenkit ez a helyzet, és már ott, ahol 2 gyerek van, ott is egészen más, pontosan a géphasználat miatt, nagyon, nagyon, tényleg minden elismerésem nekik, különösen a pedagógus, aki még pedagógus is mellette, úgyhogy ez fantasztikus. Igen, úgyhogy mi jól vagyunk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a többiek hogy vannak. Igen, most akkor a Bogira lennék kíváncsi, hogy nálatok milyen, mennyire voltak meg ezek a hullámhegyek, hullámvölgyek? Nem szeretném ismételni az Esztert, nagyon sok mindenbe egyezik a véleményem, illetve hát az életünk, amit elmondott. Én is sok fázison keresztül mentem, tehát az első 1-2 hét az valóban, mint ahogy Monika is elmondta az elején a saját riport filmjében is, hogy azért ez egy kihívás volt és egy újdonság volt. Teljesen új napi rendet kellett felállítani az embernek, teljesen más volt az egész milliója ennek a dolognak, és imádom, szeretem a családomat, rengeteget játszunk mi is, ahogy az Eszter mondta, hogy a társas játékok kicsikkel, nagyokkal, tehát nyilván a saját korosztálynak megfelelően. Nagyon sokat beszélgettünk, tehát nagyon jó érzés az a része, hogy a családommal lehetek, és itthon vagyok.
De ha őszinte akarok lenni, a napi rutin, tehát az, ami eddig az életemnek a része volt, a napi kapcsolatok, ami a családomon kívüli kapcsolatok, tehát a napi kontaktok, az, hogy a gyerekeket bent az iskolában, hogy magamhoz ölelhetem, hogy ott vagyok részese egy folyamatnak, azért ez nagyon hiányzik. Tehát nagyon megtörte a mindennapjainkat, az egész életfolyamatot, amiben eddig éltünk. Úgyhogy tényleg nehéz mind a két része, mert tudom azt én is, hogy egyszer ennek a játéknak, szabadságnak vége lesz, és adja Isten egyébként tényleg, hogy az ember vissza tudjon térni. Másik oldalról viszont azért az a része is hiányzik, amikor azokkal a gyerekekkel vagyok, akik meg arra számítanak, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni a segítségemmel. Tehát ez egy kétélű fegyver. És nyilván itt most mindenki belátja azt, amit ugye hát nagyon sokan nem... hogy mondjam szépen, tehát sokan nem tisztelik úgy a tanárokat szerintem ebben a világban, ahogy kellene, és most mindenki meg tudja tapasztalni azt, hogy tényleg mekkora szükség van a tanárokra. Gergő, nálad ez a hullám egy hullám völgy, ez hogy alakult? Voltak ilyenek? Vagy neked most egyébként milyen a szájízed? Én stabil vagyok, de azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy, és őszintén mondom, hogy az én szememben ti vagytok a hősök, tehát azért akik ezt szülőként végigcsinálják, ezt az időszakot le a kalappa előttük tényleg én, úgyhogy nincs családom, egyedül saját magamért felelek, illetve nyilván a tágabb családomért, baráti körömért, de hogy nekem annyira nem változott az életem, tényleg nincs, pariba vagyok saját magammal, a saját gyengeségeimmel és erősségeimmel, és a korlátok és az odafigyelés határain belül igyekszünk ugyanni az életünket, ami a megfelelő komfortot adja. Tényleg ezt gyerekekkel, családként végigcsinálni, látom a közvetlen környezetben is egyébként, hogy az egy embert próbáló feladat, és hogyha ehhez még társul esetleg egy egzisztenciális bizonytalanság, vagy megcsúszás a helyzet okán, hát vannak körülöttem is olyan emberi sorsok, amik most nem könnyűek. Monika, nálatok, ha jól tudom, nálatok sincs még gyerkőc? Nincs, igazából. De neked van sok? Igen, és jó érzés, hogy itt a szobában végül is jelen vannak az életemben, meg nekem még az jutott eszembe itt, ahogy az előbb beszélgettünk, hogy az is különleges ebben a helyzetben, hogy valamennyire, vagy egy picikét, ha csak szereteket is, de belelátok a családok életébe. Tehát mondjuk, amikor éppen anyuka, nem tudom, rántást kavarott a háttérben, vagy hallom, hogy valaki zörög, vagy sír a baba, vagy valaki szól, de ugyanígy a gyerekek is látják az én életemet, hogy mondjuk megjön Bence, a férjem, és köszönök neki, mert nyilván tehát ez valahol evidens, és akkor elnézést kérek, hogy jaj, bocsánat, csak épp most jött be, vagy például volt egy vicces helyzet, amikor bent felejtettem a kulcsot a zárban, és nem tudott bejönni, és kopogott, és akkor mondtam a gyerekeknek, hogy bocsánat, de most mennem kell, és ajtót kell nyitni, tehát, hogy ilyen is van, vagy múltkor például ment a mosógép, és elég hangos, mert nyitva volt minden ajtó, és akkor végül mondtam, hogy most inkább felállok és becsukom, mert nagyon zavaró. Tehát, hogy valahol egymás életébe csöppentünk bele ilyen értelemben, vagy az élet, egymás életterébe. Mert ott is azért másoknál is sok minden zajlik. Nyilván, ahol több gyerkőc is van, és erre nagyon kíváncsi vagyok különben, hogy Boginál, tehát, hogy ha mondjuk most öt gyermek tanul, és még te is tanítasz, tehát akkor hány sarkába kell a háznak elbújni, hogy egymást ne zavarjátok? Tehát ez valami számomra, ezt nem tudom elképzelni, hogy ez hogy működik tényleg, vagy működhet-e? Nem egyszerű. A nagyoknak, hál' Istennek, van saját külön szobájuk, tehát ők be tudnak vonulni a saját szobájukba. A két kicsi az már egy kicsit keményebb dió, ugyanis így, ahogy most itt ülök az asztalnál, általában ennél a gépnél szoktam én is csinálni a dolgomat, és tanítok, és velem szembe a két kicsi ül a kézműves foglalkozással, a feladatlapokkal, a mindennel itt velem szembe, és akkor, amikor kiosztom először nekik a feladatot, hogy csönd legyen, mert nyilván addig nem tudok tanítani, még ők itt mondják a magukét, úgyhogy gyorsan elmondom, hogy kinek mi a dolga, mit kellene csinálni, mit kellene megrajzolni, kiszínezni, kivágni, stb. És amíg ők itt eltevékenykednek, addig én el tudom mondani
a gyerekeknek az iskolában, amit szeretnék, fel tudom adni a feladatokat, majd amikor vége az órának, akkor gyorsan rápillantok megint a saját kettőmre, hogy akkor hol tartunk a feladatokban, mi lesz a következő állomás. A videóban is látszik a kisfilmben, hogy úgy átalakul a nappalink egy komplett tornaszobává, úgyhogy itt az egzatlonos mutatványok, a célba dobás, a kislabdával, a trambulinon ugrálás és egyéb dolgok. Úgyhogy meg kell szervezni, hogy mikor kell, hogy nagyon csönd legyen, mint például most is, és mikor van az, amikor lehet egy kicsit elereszteni a gyeplőt, és akkor jobban lehet hangoskodni, vagy énekelni, vagy ugrálni, vagy nem tudom, tehát meg kell szervezni az egészet, hogy mikor, hogy lehet csinálni, mert nem egyszerű tényleg, tehát hogy mindenkinek megmenjen a saját kis élethelyzete, ahol tud nyugodtan dolgozni, tanulni. Úgyhogy ez így működik. Nálunk legalábbis, hogy velem szemben vannak a kicsik, és a nagyok megtanulnak a saját szobájukba. De ez jó, mert legalább most akkor ezt is, most is ez azt bizonyította, hogy tényleg tök jól működik a logisztika, most sem hallottuk meg se a hangját, olyan, mintha nem is lennének a gyerekek a háttérben, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó, mindegyőtök nagyon jól veszi az akadályokat, mindenkinek ebbe a helyzetbe bele kellett szoknia, és úgy látom, hogy mosolygos arcok voltak ebben a sorban. Bocsánat, azért mosolygok ennyire, mert azért erről nekem eszembe jut, hogy velem éppen tegnap történt meg az, mert mi azért a Vörösmarty Színházban ugye nem álltunk meg, tehát most úgy néz ki, hogy nem dolgozunk, de hát mindenféle ilyen technika segítségével próbálunk, tehát például elkezdtünk egy próba folyamatot most, így a Zoom segítségével. Most az el lehet képzelni, hogy amikor nem 4-5 ember beszélget, hanem 30, hogy az úgy hogy néz ki, és akkor folyamatosan megy ez, hogy kinél zongoráznak, na ez pont én voltam, mert a kisfiamnak éppen zongora órája volt, és mondtam, hogy bocsánat, akkor kinémítom addig, de hát mondtam, hogy egy 10 percet ki kell bírniuk, mert ez be fog hallatszódni különben, úgyhogy akkor majd addig én nem beszélek. De hogy hát ez szerintem rettenetes sok vicces helyzetet eredményez. Tehát ahogy itt párhuzamosan, ma például a férjem egy fontos megbeszélést folytatott az egyik szobában, a gyerekemnek órája volt, tehát hangosan a törtekről beszéltek a tanítónénivel, és ő próbált koncentrálni. Nekem pedig egyetlen egy passzióm van, ezt még elmondom, mert szerintem ez fontos, hogy készüljünk azért arra, hogy egyszer csak majd megint utcára megyünk, és megint fölvesszük a tempót, a torna. Tehát, hogy az, hogy valami fajta mozgást, amit itthon lehet csinálni, úgyhogy addig-addig keresgéltem, amíg találtam kedvemre valót, és akkor ez, ott viszont szólt a zene, és akkor ebből egy ilyen csodálatos, egy ilyen, nem is tudom, tehát egy őrületes zenemű született ebből a történetből. No, hát köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk, és köszönöm szépen nektek, hogy beszélgettetek velem. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is megtalálja mindenki azt, ami a pozitív, és ez nagyon fontos, és én ezt láttam rajtatok, hogy azért kicsit a helyzet a nehézsége ellenére is azért mindenkinek sikerült kihozni ebből a jót, meg meglátni a jót, tényleg ez a fontos szerintem, hogy lássuk meg a jót még ebben a helyzetben is, és szerintem illetve hát reménykedjünk abban, hogy hamarosan vége lesz, és abban is reménykedem, hogy ezen a formán kívül, de lehet, hogy egyébként ebből majd tradíciót is fogunk tudni teremteni, de hogy ezen a formán kívül is azért fogunk veletek találkozni, akár az iskolában, akár bármilyen formában, színházban, egy-egy koncerten, vagy reméljük, hogy még ugye arról nem is beszéltünk, hogy az Alba Régia Jazz Fesztivál ugye most szerintem nem lesz megrendezve, de akkor még erre... Legalábbis a kijelölt időpontban nem így van, a többit azt meg meglátjuk majd, hogy mit hozzá. No, akkor ezért is összetesztük a kezünket és szurkolunk. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon-nagyon sok türelmet, kitartást kívánok nektek, és vigyázzatok nagyon magatokra. Köszönjük mi is. Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük szépen a megkívánást. Köszönöm szépen nektek. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára újabb hasonló műsorral és hasonló vendégekkel fogunk jelentkezni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, viszontlátásra!